A Lukács evangélium a 24. részében így szól Isten igéje. A hét első napján pedig kora hajnalban elmentek a sírhoz, és magukkal vitték az elkészített illatszereket. A követ a sírról elhengerítve találták, és amikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét. Míg ezen töprengtek, hirtelen két férfi állt melléjük fénylő ruhában. Majd amikor megrémülve a földre szegezték tekintetüket, azok így szóltak hozzájuk: mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza, hogyan beszélt nektek, amikor még Galileában volt. Az emberfiának bűnös emberek kezébe kell adatnia, és megfeszítetnie, és a harmadik napon feltámadnia. Ekkor visszaemlékeztek az ő szavaira, és visszatérve a sírtól, elbeszélték mindezt a 11-nek és a többieknek. A magdalai Mária, Johanna, valamint a Jakab anyja Mária, és más velük levő asszonyok mondták el ezeket az apostoloknak. De azok üres fecsegésnek tartották ezt a beszédet, és nem hittek nekik. Péter azonban fölkelt, elfutott a sírhoz, és amikor behajolt, csak a lepedőket látta ott. Erre elment, és csodálkozott magában a történteken. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán és szívünkbe fogadásán. Imádkozzunk. Örökké való Istenünk, áldunk és magasztalunk téged azért, hogy nem hagytad, hogy a te szented rothadást lásson, feltámasztottad Jézust a halálból, és nekünk minden okunk megvan arra, hogy örvendezzünk, vígadjunk, mert Krisztus lett a vígaszunk. Bocsáss meg, hogy noha minden okunk megvan erre, mégis így állunk itt előtted, húsvét reggelén, ahogyan itt vagyunk. Sokféle képellyel küszködve, a gyászunk terhét hordozva, szomorúság, bizonytalanság között, nehéz hinnünk a húsvéti csodát. Köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy az akkoriaknak is nehéz volt már. De te eléjük mentél az úton, megszólítottad őket, némelyiküket a nevükön, és a te jelenléted győzte meg őket arról, hogy feltámadtál és élt. A te jelenlétedért könyörgünk most. Kérünk, hogy állj meg itt ma is a középen, és köszönts minket is úgy, mint az első húsvétkor a te első tanítványaidat. Békesség néktek! Jöjj be a mi szívünk bezárt ajtaján is, és a te szavad támasszon ott világosságot. Kérünk téged, hogy a te mai gyászoló asszonyaidnak és kételkedő Tamásaidnak és okoskodó tanítványaidnak mutasd meg a te sebeidet, hogy hadd tudjunk mi is leborulni előtted és szent meggyőződéssel és imádattal vallani: én Uram és én Istenem. Így engedj most egészen közel minket magadhoz. A te valóságod, a te jelenléted, a te szereteted. Teremtsen bennünk húsvéti hitet, hogy aztán életünk minden körülménye között tudjuk vallani, mégiscsak örvendezünk, mert Krisztus lett a vívaszunk. Amen. Jézus Krisztus meghalt a mi bűneinkért, és feltámasztatott a mi megigazulásunkért. Amen. Köszönjük, Úr Jézus, hogy a te szavadra ma is megszűnhetnek a mi kétségeink, és a félelmeink reménységgé és örömmé változhatnak. Kérünk, hogy így szólíts meg most minket. Amen. Isten igéje, amelynek alapján az ő szent lelke segítségével a húsvéti evangéliumot hirdetem néktek, írva található Pál apostolnak az Efézusiakhoz írott levele, első része 18. versétől a második rész 7. verséig terjedő szakaszban. Az Efézusi levél első részének 18. és következő verseiben így hangzik Isten igéje. Világosítsa meg Isten a ti lelki szemeteket, hogy meglássátok,
milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön, mivel hogy hatalmának ezzel az erejével munkálkodik Krisztusban, miután feltámasztotta őt a halálból, és jobbjára ültette a mennyekben, feljebb minden méltóságnál és hatalmasságnál, minden erőnél és uralomnál, sőt minden névnél is, amelyet segítségül hívnak, nem csak ebben a világban, hanem az eljövendőben is. Az ő lábai alá vetett mindent, és őt tette mindenek felett való fővé az egyház számára, amely az ő teste és teljessége annak, aki teljessé tesz mindent mindenekben. Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek e világ életmódja szerint, alkalmazkodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban hat. Egykor mi is mind közöttük éltünk, testünk kívánságai szerint, követtük a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk emberi természetünk szerint, éppen úgy, mint a többiek. De Isten gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, melyel minket szeretett, minket, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett Krisztussal együtt. Kegyelemből van üdvösségetek, és vele együtt feltámasztott, és a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért, hogy megmutassa az eljövendő világban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát, irántunk való jóságából, Krisztus Jézusban. Kedves testvérek, gyülekezetünk egyik igen ifjú tagja nemrégiben ezt kérte tőlem, tessék elmondani egész egyszerűen, mit hisz a feltámadásról. Mi az, hogy húsvéti hit? És én megpróbáltam egészen egyszerűen válaszolni a kérdésére. Hadd valljak erről a kérdésről, itt az ünnepi gyülekezet előtt is, egészen egyszerűen, remélve azt, hogy nem csak személyes hitvallás lesz, ami elhangzik, hanem Isten igéjének a hirdetése. Mit hihetünk mi a kijelentés alapján a feltámadásról? Mi is a húsvéti hit tartalma? Pál apostol itt az Efézusi levél elején rendkívül magas rögtűen és mégis egészen egyszerűen elmondja az ő húsvéti hitvallását. Ennek alapján négy egyszerű, de alapvetően fontos vallástételt szeretnék itt elmondani. Mindenek előtt hiszem azt, hogy Isten feltámasztotta Jézust a halálból. Úgy, ahogy Pál is itt írja az első rész 20. versében. Isten világosítsa meg a ti lelki szemeteket, hogy lássátok meg, hogy feltámasztotta őt a halálból. Hiszem azt, hogy Jézus Krisztus valóban meghalt. Nem tett halott volt, nem szöktették meg a keresztről, mint ahogy sok sötét emberi fantáziálás próbálja azóta is kiszínezni és eltorzítani nagypénteknek és húsvétnek a történetét. Valóban meghalt, eltemették egy pénteki napon, de vasárnap reggel már nem találták a sírjában. Nem volt ott holtteste a sírban, mert feltámadott. Persze az üres sír maga még nem bizonyítja az ő feltámadását. Csak hogy aznap is, meg a következő napon is sokan találkoztak vele. Ott járkált Jeruzsálem utcáin, meglátogatta ismerőseit, bezárt ajtókon keresztül is megjelent tanítványai körében, kénytelenek voltak konstatálni, hogy él, tehát ha él, nyilván feltámadott, mert előzőleg meghalt. És én hiszek az ő híradásuknak, azért, mert ez Isten igéjében, a Szentírásban van. Tudom azt is, hogy egyáltalán nem könnyű ezt hinni, annak a konzekvenciáival együtt. Akkor sem volt már könnyű. Senki nem akadt húsvétkor, aki elhitte volna, hogy Jézus feltámadt. Az asszonyok boldog ujjongással mennek a tanítványokhoz, és mondják nekik, és olvastuk, üres fecsegésnek tűnt a számukra, amit mondtak.
Csak amikor megjelent közöttük Jézus, akkor voltak kénytelenek elhinni. Akkor meg ők mondják lelkendezve Tamásnak, aki akkor távol volt, hogy feltámadott az Úr, és itt volt közöttünk, és nem hiszi el nekik. 10 ember tanúság tételének nem hisz. 10 szemtanú állít valamit. Nem hiszi el. Csak amikor külön az ő kedvéért megjelenik a dicsőséges Krisztus, akkor borul le előtte, és makogja, hogy én Uram, és én Istenem. És Saul Pál is hallott arról, hogy feltámadott, és ezt veszedelmes tévejgésnek, beteges rögetnének tekintette, és elkezdte írtani azokat, akik ezt hitték. Egészen addig, amíg egyszer neki is megjelent a damaszkuszi úton, és a nevén szólította őt Krisztus, és akkor egyetlen kérdése maradt Pálnak, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjen? Senki nem volt az első husvétkor, aki egy másiknak, egy szemtanúnak hitte volna, hogy Krisztus feltámadt. Nem is könnyű ezt hinni. És a mi hitünk egyik nagy akadálya is az, hogy elakad sokszor a feltámadás csodájának az érthetetlenségén. Éppen ezért hadd kérjelek titeket arra, testvérek, hogy ne a feltámadásban higgyetek. A feltámadott Krisztusnak és Krisztusban higgyünk. A feltámadás csodáját nem lehet megérteni, de a feltámadottal lehet találkozni. A feltámadás örök titok marad, nem volt szemtanúja, de a feltámadott maga a kinyilatkoztatás. A feltámadás nem tud beszélni, a feltámadott azonban beszélgető utitársunkká válik életünk útján. A feltámadásnál senki nem volt jelen, nem volt szemtanúja. De a feltámadott Krisztus sokunk életében jelen van, ma is, folyamatosan. A feltámadás mindig kételyeket támaszt az ember szívében és elméjében. A feltámadott Krisztus bizonyosságot ad. A feltámadás kérdésére egyedül a feltámadott tud kielégítő, érdembeni választ adni. Azzal, hogy megszólít. És ha már személyes hitvallásról van szó, akkor hadd valljam azt is, én is azóta hiszem a feltámadást, mióta 25 évvel ezelőtt egy ifjúsági evangelizáción megszólított a feltámadott Krisztus. Nevemen szólított. Minden tudott rólam, elém tálta egész addigi életemet, és én rácsodálkoztam, hogy azzal együtt, annak ellenére szeret, azóta hiszem, hogy feltámadott és él. Ezt a hitet mindannyiunknak ő ajándékozhatja, de hogyan jutottak el erre a hitre? Azok, akik az első husvétkor eljutottak. Azt olvastuk az asszonyokról, hogy kimentek a temetőbe és keresték Jézus holttestét, még egy szolgálatot akartak elvégezni, a bebalzsamozás szolgálatát. Látták, hogy nincs ott. Aztán hallották az első husvéti hírt az angyaloktól, hogy mit keresitek a holtak között az élőt, nincsen itt, hanem feltámadott. Aztán mondták, hogy menjetek el Galileából, meglátjátok őt, meg lehet látni a feltámadott Krisztust. És ahogy mentek, szembe jött velük az úton Jézus, és Máriát még a nevén is szólította. Nos, így történik ez ma is. Aki a múltban a történelem nagyjai között keresi a feltámadottat, nem találja meg. Nincs ott. Nincs a sírban. Él. Ő csak az élők között lehet megtalálni. Ott, ahol ő mondta, hogy található. Ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben. Ott vagyok közöttük. Ahol valaki az ő kicsinyeinek szolgál. Olyanoknak, akiktől nem várhat vissza semmit, és nem is vár. Azt mondja, ha megteszitek, én velem cselekedtétek meg. Vele találjuk szembe magunkat. Az imádság csendjében ő vele találkozunk. Az életben, az élők közt lehet vele találkozni, de ott szembe jön velünk az úton. Szembesülünk vele. Meglátjuk őt. És megszólít minket. Sokszor csak ugyan a nevünkön szólít meg minket. Az, hogy Jézus feltámadott, az akkoriaknak is, nekünk is bizonyítja, hogy igaz volt minden tanítása. Nem akárki volt ő, valóban az Istentől küldött szabadító, Isten fia volt.
És igazol még valamit, az, hogy számíthatunk rá ma is. Az, hogy a feltámadottban való hit meghatározza, áthatja a hétköznapjainkat. Bibliaolvasó vezérfonalunk szerint ma kezdtük el olvasni az 1 Korintus 15-öt. Egy hosszú fejezeten át vall és tanít Pál apostol a feltámadásról és a feltámadott Krisztusról. És az utolsó verse így hangzik ennek a fejezetnek. Éppen ezért, mivel mindez igaz, hogy ő feltámadott, legyőzte a halált, minket is feltámadt, éppen ezért, atyám fiai, erősen álljatok, mozdíthatatlanul, buzgolkodván az Úrnak dolgában mindenkor, tudván azt, hogy a ti munkátok nem hiába való az Úrban. Ez már nem teológiai elmélkedés. Éppen ezért, mivel igazak ezek az üttények, lehet nektek minden körülmények között reménységetek, lesz majd tartásotok, túlláttok azokon a dolgokon, amik éppen történtek, távlata lesz az életeteknek, lendületet kaptok, tudtok mozdíthatatlanul állni, munkakedvel, életkedvel fáradozni, áthatja a hétköznapjaitokat. Ez a tény, hogy Krisztus feltámadott. Ez tehát az első, amit hitek, Isten feltámasztotta Jézust a halálból. A második az, hogy hiszem, engem is fel fog támasztani a halálból. Hiszem azt, hogy a feltámadott Krisztus visszajön majd egyszer dicsőségben, amikor mindenki meglátja őt. Egy pillanatra azok is, akik nem hittek benne, hogy lássák, kiben nem hittek, azok pedig, akik hittek benne, mindörökké szemlélni fogják. És akkor feltámadnak mind, akik elaludtak. Olvassuk az igében. Jézus Krisztus tehát nem az egyetlen volt, aki a halottak közül feltámad, hanem az első. Így olvassuk az 1 Korintus 15:20-ban, ám de Krisztus feltámadott a halottak közül, zsengéjük lett azoknak, akik elaludtak. A zsenge az a legelső, amit lealatnak a gabonából, leszületelnek a gyümölcsből. Ő részt ütött a halál számunkra áttörhetetlen falán, és ezen a résen követhetik őt a feltámadó ember biliárdok, azok, akik hisznek benne, az belevaló közösségbe, az örök dicsőségbe, azok, akik nem hisznek, kénytelenek lesznek nélküle eltölteni az örökké valóságot. Így gondolok elhunyt szeretteimre, barátaimra, ezzel a reménységgel és derűvel gondolok a magam majdani elköltözésére. Tudom azt, hogy a halál nem pont az ember életmondatának a végén, mintha ezzel mindennek vége lenne. Azt is tudom, hogy nem kérdőjel, mintha nem tudnánk, hogy mi van utána. Valaki, aki onnan jött vissza, egészen pontos információkat adott nekünk. Jézus. Az ő tanítása szerint a halál kettős pont, azt jelenti, hogy folytatása következik, csak nem mindegy, hogy milyen folytatása. És itt szeretnék még ezen a második vallástételen belül, hogy tudnélik Jézus visszajön, és feltámadunk mindannyian, két bibliai tanításra felhívni a testvérek figyelmét, két olyan gondolatra, ami sok félreértésre ad okot. Az egyik az apostoli hitvallásnak ez a mondata, hogy hiszem testünknek feltámadását és az örök életet. Valaki nemrégiben igen becsületesen azt mondta, hogy én ezt nem tudom hinni. Hiszen még a Bibliában is megvan írva, hogy ami porból lesz, az porrá lesz. Nem tudom hinni, hogy ez a testem feltámad. Nem is ez a testem támad föl. Csak a tömörítés miatt nem magyarázza részletesen az apostoli hitvallás, hogy mire gondol. Csak aki ismeri részleteiben a Szentírásnak erre vonatkozó tanítását, az érti, hogy miről van itt szó. A Biblia, és még inkább az apostoli hitvallás a görög idealista filozófiától igyekezett elhatárolni itt magát, és világossá tenni, hogy mi Jézus Krisztus tanítványai egészen mást hiszünk, mint amit az a pogány filozófia tanított a halál utáni létről. Tudnék, mi nem csak a lélek halhatatlanságát hiszük, hanem hiszük a testnek a feltámadását és az örök életet. Csak hogy nem ezért a testét, hiszen ami porból lesz, az porrá lesz. Hanem hiszük azt, amit Pál apostol megint csak nagyon röviden és utalásszerűen így mond, hogy amikor feltámadunk, dicsőséges testben jelenünk meg Krisztus előtt. Azok, akik akkor még élnek, egy szempillantás alatt átváltoznak,
azok, akik már meghaltak, feltámadván dicsőséges testet öltenek. Hogy ez milyen, erről nem szól a Szentírás. Hogy milyennek az anyaga, ez azt hiszem, hogy egészen buta kérdés, és csak ami szűkös mostani kategóriáinkba illik bele. Vagy milyen anyagtalan test lesz, ez nem tudjuk. Dicsőséges testnek nevezi, megkülönböztetvén ettől a mostanitól, amelyik valóban elporlad, vagy elhamvasztható. De azt akarja ezzel érzékeltetni, hogy mi nem csak a lélek halhatatlanságát hiszük, hanem hiszük az emberi személyiség örök életét. Isten az embernek, az emberi személyiségnek készített örök életet, és mi megőrizzük a személyi azonosságunkat még a feltámadás után, az örökké valóságban is. Ezt akarja csupán hangsúlyozni ezzel. Pál apostolnak van egy zseniális hasonlata, amelyik rendkívül világossá teszi ezt az egész kérdést. Szintén az 1 Korintus 15-ben írja, hogy kérdezhetné valaki, hogy hogyan támadnak fel a halottak, és milyen testtel jönnek ki. Balgatag, amit te elvesz, nem az elevenedik meg, hanem ha elrothad, talán búza vagy más egyéb. Ami azt jelenti, hogy búzának hívják azt a pici barna szemet is, amit elvetünk. És búzának hívják azt a hosszú zöldet is, ami abból kikel. Egészen más a formája. Külsőre nem hasonlít egymásra egyik sem. Mégis búza mind a kettő, sőt ugyanaz a búza. Csak amit elvetettek és betemettek a földbe, az ott elrothadt, és valami egészen más jött ki onnan. Nos, azt mondja Pál, és részletezi utána az 1 Korintus 15.35 és következő versekben, így vagyunk mi is, elvettetik ez a test, amiben most élünk, és feltámasztatik majd a dicsőséges test, a lelki test. Így értjük tehát az apostoli hitvallást, és ha valaki ezt hiszi a Szentírásból, akkor merje nyugodtan mondani, hogy hiszem testünknek feltámadását, nem azt, hogy ez valahogy megint megelevenedik, hanem azt, hogy egy egészen új testet, új létformát kapunk, de én, az én Istentől teremtett személyiségem él majd abban örökké. A másik gyakran félreértett bibliai tanítás a feltámadással kapcsolatban az, hogy mindenki fel fog támadni Krisztus visszajövetelekor, de nem mindenki az üdvösségre fog feltámadni. Erről nagyon világosan beszél Jézus. Nagyon élesek a szavai, amikor erről beszél, hogy félre ne értsük. Aki őt ebben az életben, amikor felkínálta neki az ő kegyelmét, visszautasította, az ott már nem választhatja őt. Annak Jézus nélkül kell eltöltenie az örökké valóságot. És a pokoli kínokat, a kárhozat szenvedését pontosan ez jelenti, hogy élete legnagyobb döntését elhibázta valaki, és már nem korrigálhatja. Nem lehet megváltoztatni. Akik itt hittek ő benne, azok vele töltik az örökké valóságot, sőt, az ő dicsőségében is részesülnek. Éppen ezért jó lenne, ha kigyógyítanánk magunkat az ilyen tévedésekből, amikor boldogan megnyugszunk és megnyugtatjuk egymást, ha valaki olyanról van szó, aki már meghalt, aki eltávozott az élők közül, hogy neki már jó, ő már megnyugodott. Megnyugodott azoktól a gondoktól, amik itt gyötörnek minket. De a Krisztus feltámadásától kezdve valami rettenetes nyugtalanításnak lesz kitéve, amiatt, hogy rosszul döntött és nem fogadta el a Krisztusban felkínált kegyelmet. Nem a halál a nagy megváltó, testvérek. Jézus Krisztus az egyetlen megváltó. Aki viszont hisz ő benne, az bizonyos lehet abban, hogy örök élete van, és az örök élete fog feltámadni. A Jézushoz való viszonyunk dönti el azt, hogy hol, hogyan, miként töltjük az örökké valóságot. Éppen ez a harmadik pontja az én husvéti hitvallásomnak. Hiszem azt az írások alapján, hogy van lelki feltámadás is. És az a testi feltámadás, ami Krisztus visszajövetelekor következik be, az a második lesz. Az első itt történhet meg, amikor a lelki halálból feltámad valaki. Hogy is olvastuk ezt itt Pálnál?
titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek a világ életmódja szerint, alkalmazkodva a levegő birodalmának fejedelmére. De az Isten gazdag lévén kegyelemben életre keltett titeket a Krisztussal együtt, akik halottak voltatok a vétkek miatt, és vele együtt feltámasztott. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy az ember úgy, ahogy megszületik, a szó igazi, lelki értelmében halott, mert nincs köze Istenhez, és Isten az élet forrása. Élete önmagában csak Istennek van, és Jézusnak, akinek ő ezt adta, mondja ezt Jézus. Tehát az élet forrása Isten, és mi az élet forrásától elszakadva születünk. Ez is egyfajta létmód, de a Biblia nem nevezi életnek. Azt támad fel, abban kezdődik el az élet a szó lelki igazi értelmében, aki visszatalál az élet forrásához, megtalálja Istent, újra közösségre jut vele, és az isteni élet beleállt az ő létébe. Így, ahogy mi megszületünk, ez csak egy keret. Maradni volt a puszta lét. Ez a puszta lét. Így is lehet vegetálni, de nem lehet élni. Ezt a lét keretet Isten tölti meg élettel. Aki ővele kapcsolatba kerül, az él. Jézus a szőlőtő példázatában mondja ezt el. Mi, ahogy megszületünk, olyanok vagyunk, mint a levágott venyige. Előbb-utóbb elszárad. Csak az él, amelyik valami módon szerves közösségbe kapcsolatba kerül a szőlőtővel. Én vagyok a szőlőtő, ti vagytok a szőlővesztők. Aki én bennem marad, az él, és azt terem gyümölcsöt, mondja ő ott. Nos, erre a lelki feltámadásra van nekünk szükségünk ahhoz, hogy majd a második feltámadáskor, mikor Krisztus visszajön, az örök életet támadjunk föl, és az ő dicsőségében is részesüljünk. És ez a lelki feltámadás csak itt, a földi élet ideje alatt történhet meg. Ezért óriási felelősség embernek lenni. Az életünk legnagyobb döntése az, hogy kell-e nekünk az élet forrása Isten, vagy nem kell. És itt most érdemes lenne elcsöndesedni, és számba venni az életünket, a napi programunkat, a céljainkat, hogy mi mindenért hajszoljuk mi magunkat, ami egyáltalán nem e felé visz, nem ehhez visz közelebb, és milyen könnyelműen elvetjük ezt a lehetőséget, hogy Isten hív minket magához, és az ő életében akar részesíteni. A misszió, az igehirdetés, minden keresztjén bizonyságtétel mind-mind ezt célozza, hogy életveszélyes, halálos álmunkból felébredjünk, megtörténjen az, amit Pál itt néhány fejezettel később ír, ébredj föl, aki alszol, és támadj fel a halálból, és felragyog néked a Krisztus. Hiszem tehát azt, hogy lehetséges és szükséges, még a majdani feltámadás előtt itt most mindannyiunknak feltámadnunk a lelki halálból, és eljutni a Krisztusban való hitre. És végül még egy negyedikről is szólít Pál az ő husvéti hitvallása során. Így olvastuk ezt. Isten feltámasztotta Krisztust a halálból, és feljebb minden méltóságnál és hatalmasságnál ültette a maga jobbjára, az ő lábai alá vetett mindent, és őt tette az egyház fejévé, amely az ő teste és teljessége néki. Őt tette az egyház fejévé. Ezért hiszem én negyedszer azt, hogy az egyház, mint a Krisztusban hívőknek a közössége, él és túlél mindent. Mivel, hogy az egyház a Krisztus teste. Mivel, hogy Krisztus teste nem maradt ott a sírban, hanem feltámadott. Mi maradt a sírban? Nagyon érdekes ez a teljesen mellékesnek tűnő megállapítása a husvéti történetnek. A kötelékek maradtak ott a sírban. Így olvassuk, hogy lepedők, de az a szó, ami ott áll, kicsinyítő képzővel van ellátva az ősi szövegben, ami azt jelenti, hogy vászon darabkák, vászon csíkok, amikkel összekötötték azt a vásznat,
gyógyslepedőt, amiben a holttestet bebugyolálták. Ezek a kötelékek, ezek a zsinórok ott maradtak, egyéb semmi. Azok a kötelékek, amik az egyház testén vannak, azok ott maradhatnak, és sokszor ott is maradnak a történelem temetőjében. Nagy birtokai, épületei, társadalmi méltóságai, az intézmény bizonyos formái fölött elszaladhat az idő. És sokszor hálát adtunk már azért, hogy ilyen kötelékektől időnként megszabadítja Isten az ő egyházát. De maga az egyház, a Krisztusban hívő közössége, amely egy ezen az egész világon, az sosem maradhatott a sírban. Mert annak a feje Krisztus, és ez az ő teste és teljessége ő neki, és az túlél és kibír mindent. Tagjai vagyunk-e mi ennek az egyháznak, a Krisztusban hívők közösségének. Azt mondja egyik énekünk, sok bajban, küzdelemben meghajtolt, megvetett, ilyen az egyház, de szent megújulásért és békéért eted, míg látomása egykor dicsőn beteljesül, s a győzedelmes egyház urával egyesül. Mivel az egyház a Krisztus teste, a Krisztus visszajöveteléig élni fog, akkor pedig vele egyesülve és teljes közösségre jutva tovább él, mint dicsőséges egyház. Egészen egyszerűen ez a mi husvéti hitünk tartalma. Hisszük, hogy Jézus feltámadott és él. Hisszük, hogy Jézus visszatér egyszer, és akkor minket is feltámadt. Hisszük, hogy fel lehet és fel kell támadnunk abból a lelki halálból, amiben mindnyájan beleszületünk, hogy már itt a miénk legyen az élet. És hisszük, hogy így leszünk tagjai az ő testének, az egyháznak, amely él egészen az ő visszajöveteléig. És mindenről meggyőződhetünk majd akkor, amikor ő dicsőségesen visszatér. Előbb nem, előbb is meggyőződhetünk. Azt olvassuk a zsidókhoz írt levélben, hogy a hit a reménylett dolgok valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Aki hit, az már most megvan győződve mindenről, és ezért tud úgy élni, hogy sok bajban, küzdelemben, sok nyomorúság közt is vallja, örvendezünk, vígadunk, mert Krisztus lett a vígaszunk. És mivel minden azon fordul meg, hogy maradunk-e lelkileg halottak, vagy lelkileg új életre támadunk, ezért a feltámadásért könyörgünk most az ének szavaival, Jézus, én megholt életem, Jézus feltámadásom, benned bűntől menté lettem, benned igazulásom, ó, adj hát segítséget, lelki elevenséget az első feltámadásra, az új életben járásra. Istenünk, köszönjük néked a hit lehetőségét. Köszönjük, hogy a hittel a valóságnak olyan része is megnyílik előttünk, ami egyébként teljesen hozzáférhetetlen maradna. Áldunk téged a feltámadás csodájáért, de még inkább azért, hogy mi is találkozhatunk a feltámadott Krisztussal. Köszönjük, Urunk, hogyha úgy érkezett meg hozzánk most a te szavad, mint a te szavad, ha hitelt adtunk annak. Kérünk, hogy így szólítgass minket. Te tudod rólunk, hogy mi a szemünknek sem hiszünk sokszor. Te magad győzd meg minket arról, hogy mellettünk állsz, értünk vagy, válaszolsz az imádságainkra, számíthatunk rád, és számolnunk kell veled. Ébresz föl minket abból a halálos álomból, amiben talán még alszunk, és támadsz fel a halálból, hogy felragyogjon nékünk a Krisztus. És tudjunk veled járni, téged követni, benned örvendezni.
és a te jelenléted formálja át a mi egész gondolkozásunkat. Vigasztalja meg a szívünket, töltsön meg reménységgel, tanítson meg odaadóan, szívesen szolgálni, láttassa meg velünk életünk értelmét, célját. Légy ott a mindennapjainkban, kérünk téged, Húsvét királya, feltámadott Krisztus, kísérj el minket, és őrizd meg a te közeledben, hadd legyünk mi sokkal hűségesebb tanítványaid. Amen.